Jó estét kívánok! Önök a Szombathelyi Televízió kulturális magazin műsorát látják. Egy unikális kiadványt ajánlunk hamarosan a figyelmükbe, hogy miért is nevezem így, az majd a beszélgetésből kiderül. Aztán bemutatunk egy fotókiállítást, amely a Herényiek házában, hát most éppen az önök számára nem látható, így a zárások idején, de mi igyekszünk ezt a kiállítást most így a televízió képernyőin keresztül is az önök figyelmébe ajánlani. Ugyanez a helyzet egy festménykiállítással, amely pedig a Berzsenyi Dániel könyvtárban látható. Sajnos mindkét intézmény ezekben a hetekben zárva tart, a kiállítások azonban ilyen formán láthatók. Aztán figyelmükbe ajánljuk, hogy 170 esztendeje született Rauscher Miksa építész, aki nagyon sok köz, illetve középületet és magánházat hagyott itt a szombathelyieknek. Ezek jó részt ma már csak nyomokban láthatók, vagy nyomokban őrzik eredeti pompájukat. Erről is beszélgetünk majd Balogh Péter építésszel a műsor második felében. Tartsanak velünk! A kezemben tartom a könyvet, amely Vas megye madarainak névjegyzéke címet viseli. A szerzői dr. Gyurjáci József és dr. Kóta András, akiket tisztelettel köszöntök itt a stúdióban. És hát az imént említett helyzet miatt ennek a kötetnek a díszbemutatója is elmarad, vagy legalábbis későbbre tolódik. Bízhatunk abba, hogy talán majd, ha elmúlnak a rosszabb napok, akkor a nagy közönség is találkozhat méltó formában a könyv bemutatóval. De már kapható a kiadvány, önök elérhetik, és én úgy fogalmaztam a műsor elején, hogy unikális ez. Ezt nem beszéltük meg, de jól gondolom, hogy annak mondható? Igen, annak mondható. Vas megye vonatkozásában mindenképpen, mert ilyen kivitelben és ilyen részletességgel Vas megye madárvilágáról még nem készült önálló kötet. Korábban voltak folyóiratokban megjelenő vagy könyvrészletek, amelyek tartalmazták Vas megye madarainak névjegyzékét, de önállóan könyvben ilyen formában valóban azt gondolom, hogy egyedülálló. Mennyire teljes körű ez az áttekintés, amit önök adtak ebben a könyvben? Ugye mi megpróbáltuk feldolgozni és kibővíteni a korábbi ismert névjegyzékeket, és ez azt jelenti Vas megye szempontjából, hogy az előző hát több mint 150 évről vannak adataink, amik folyóiratokba, újságokba, könyvekbe megjelentek, és azokat igyekeztük mind egybe hát úgymond gyúrni, és részletesen kiegészítve fotókkal, kiegészítve irodalomjegyzékkel, angol és német nyelvű összefoglalókkal, így egy szélesebb olvasóközönségnek is bemutatni a helyi érdekességeket. Névjegyzék, nem egy kis madárhatározó az, amivel itt találkozunk. A kettő között mi a különbség, és a szakembereknek gondolom elsősorban, meg hát a laikusoknak is főleg, mi a két különböző cél nyilván egy madárhatározó vagy egy névjegyzék összeállításakor? A határozók azok a madarak faji hovatartozását segítik eldönteni elsősorban, és nagyon jó könyvek vannak a madarak határozásához, vagy akár most már az interneten is elérhető határozók vannak. A névjegyzék az egy-egy földrajzi terület, egy régió, egy megye vagy egy országban valaha előforduló madárfajok listáját jelenti. De nem csak a nevek felsorolása, hanem a nevek mellett adunk információt a madarak előfordulására vonatkozóan, élőhely választásáról, adott esetben, ha meg tudjuk becsülni az egyedszámukat, és ahogy András említette, több mint 150 év adatsorait tartalmazza, illetve ennek alapján leszűrhetők olyan következtetések egy adott földrajzi terület madárfajaira vagy madárközösségére vonatkozóan,
amik jól tükrözik az adott földrajzi terület akár átalakítását, emberi tevékenységeit, és ez megmutatkozik a madárfauna, tehát a madárfaj listának a összetételében, az egyes fajok egyedszámarányaiban. Úgyhogy a határozás azt a határozókönyvek segítik. Tehát, a névjegyzék most itt végiglapozza a névjegyzéket, azután fogjon ismeretét. Egy kis madárhatározót is, amikor nézem utána ezeknek a fajoknak. Kiegészítheti egy madárhatározó tudását ez a könyv, de valóban itt maga a madár leírására nem térünk ki, mert az ugye az a határozónak a dolga, mi a előfordulási gyakoriságát, illetve a hány példányszám, hol, milyen területeken fordult elő. Számszerűsíthető, hogy hány darab madárfaj leírása, illetve pontosabban előfordulásának a leírása található a könyvben? 301 madárfaj, aminek Vas megyében hitelesített adata van, és ezen kívül még van pár faj, ami a függelékbe került. Azoknak az adat, azok is nagy valószínűséggel előfordultak, de hivatalosan a Magyar Nevezéktani vagy Nomenklatúr Bizottság által nincs hitelesítve, de egyébként 301 faj van hitelesítve, kimutatva, bizonyítva Vas megye területén. Akkor beszéljünk a madár megfigyelésekről, amelyeknek az alapján ez a határozó, illetve pontosabban ez a névjegyzék elkészülhetett Vas megyében. Hogy zajlik mindez? Hol? Kik által? Nagyon sok irányból szerencsére egyre több ember kapcsolódik be a részben tervezett, részben egyéni akciókkal Vas megye és Magyarország egyéb részeinek is a felmérésébe. Szerencsére van több olyan felület is az interneten, illetve ugye Vas megyének híres kiadványa a évente megjelenő Cinege nevű újság, ahová várjuk, illetve érkeznek ezek az összesítések. A különböző programok futnak Vas megyében is, ezekről is az olvasó tud részletesen tájékozódni, hogy milyen felmérések zajlottak, illetve zajlanak a napjainkban is a megye területén. Fészkelő madár állomány felmérések, ugye nagyon komoly gyűrűzési munka zajlik a tömördi madárvártán, ezekre is vannak viszonylag részletesen szépen leírva a metodikák, illetve egy ilyen általános, hogy aki esetleg még nem is hallott róla, az is úgy értse, vagy képbe kerüljön ezeknek a módszereknek. Ezeket a sok helyről származó információkat pedig próbáljuk ugye mindig összegezni. Az előző években a Cinege nevű újságban például a ritkaság összefoglalók, a tömördi madárvárta eredményei azok már jóval régebb óta olvashatóak a Cinegében, illetve vannak internetes fórumok is, ahol tulajdonképpen bárki bármilyen megfigyelés feltölthet, és akkor innen fölvetjük vele a kapcsolatot, hogyha ez érdekes Vas megye szempontból. Vas megye nem egy nagy alapterületű megye, az a 300 madárfaj, ami hitelesítetten itt megfordult, az milyen arány mondjuk egy országos mutatóhoz képest? Mennyire vagyunk gazdagok a nálunk megforduló madárállományban? Magyarországon hitelesítve, András, ha jól emlékszem, 426 madárfaj fordul. 426 és 301, tehát az közel 70%-a az országos faunának. Tehát ami Magyarországon valaha előfordult, azok közül tehát közel 70% Vas megyében is előfordult, a fészkelőknél pedig 216 fészkel Magyarországon, és 150 legalább egyszer fészkelt egy pár egy fajból, tehát az pedig több mint 70% a hazai fészkelő madaraknak Vas megyében is fészkelt legalább egyszer, vagy rendszeresen. Ez a hitelesítés, ez mit takar? Ez azt takarja, hogy Magyarországon egy ritkán, vagy talán egyszer előforduló madárfaj, annak az előfordulását nem elég, hogy egy ember leírja. Megvan a hazai nevezéktani, vagy nomenklatúr bizottságnak a protokollja, szabálya, hogy mi alapján lehet egy madarat
bizonyítottan elfogadottnak tekinteni, hogy Magyarországon előfordult. Vas megyében is van több ilyen fészkelő, illetve van olyan is, amit Magyarországra vonatkozóan Vas megyében mutattunk ki először. Ilyen volt a 10 évvel ezelőtt Tömördi madárvártán előforduló kékfarkú madár például, vagy ugyancsak Tömörden előforduló úgynevezett berkinádi boszáta. Ezeknek az első hazai példányát Magyarországon itt Vas megyében mutattuk ki, de ehhez kellett hitelesítendő fotó például a madárról, nem elég csak bemondásra. Igen, én láttam elhinni, egy olyan fajtát, ami ez valószínűleg az lehetett. Tehát bizonyító fotó kell, hogy legalább, vagy legalább 3 tapasztalt szavahihető szakember lássa. Megvan a forma, hogy hogyan kell ezeket leírni, be kell küldeni, és hogyha a bizottság ezeket jóvá hagyta, akkor kerülhet be akár a Vas megyei, akár az országos névjegyzékbe egy madárfaj. Nyilván a gyakran előforduló madarakat mondjuk a kertünkben mi is megfigyelhetjük, de egy-egy ritkaságra mennyit kell várni? Ez nehéz kérdés. Hogy lehet rábukkanni, beleakadni? Szerencse az, mint az élet elég sok más területén, az előnyös, hogyha az ember mellette van, illetve van egy ilyen madarász közmondás, hogy aki kijár, annak kijár. Tehát, mennyit kell killenni ahhoz? Minél többet, annál nagyobb eséllyel lát az ember. Ha az ember egy hónapban 1 órát tud madár megfigyelésre tölteni, akkor az lehet, hogy kevés ahhoz, hogy olyan madárra bukkanjon, ami úgy országos szinten kiemelkedő. De nem lehetetlen. Még egy picit hadd térek vissza még az előző témára, ugye régen még a 40-es, 50-es, 60-as évekig csak az volt elfogadható, hogyha kézbe volt, tehát lelőtték a madarat, és akkor úgy lehetett múzeumba bemutatni, tehát az volt egyedüli elfogadható bizonyító példány kellett hozzá, ugye a régiek így csinálták, és aztán ugye szépen lassan 70-es évektől kezdve volt először elfogadott az, hogy csak megfigyelt madár is bekerülhetett névjegyzékbe, és akkor erre a 80-as évek közepe végétől kezdve alakult meg egy bizottság, aki arra hivatott többek között, hogy döntsön, hogy most az valóban az lehetette, vagy nem a leírt dolgok alapján. Én viszont azt kérem, hogy kanyarodjunk még egy kicsit a kijáráshoz, és akkor ilyen személyes tapasztalataikról szeretném kérdezni önöket, hogy mennyi időt tudnak ezzel a hobbival tölteni a tisztelt civil foglalkozásuk mellett, hobbi ez, vagy már annál egy kicsit több, illetve mik azok az emlékezetes megfigyelések, amik mondjuk így a dicsőség falra kerülhetnének, ha lenne ilyen mondjuk otthon. Tanár úr. Sok ilyen van. A névjegyzékkel részben az is volt a célunk, hogy egyrészt a fiatalokat is motiváljuk arra, hogy nem kell feltétlen több ezer kilométert elutazni ahhoz, hogy érdekességet lássunk a természetből. Itt vannak körülöttünk azok az érdekességek, amelyek nem is biztos, hogy feltétlen ritkaságok, de az életük, az előfordulásuk, fészkelésük, táplálkozásuk megfigyelés élményt jelent, és csak észre kell venni. Ehhez persze néha fel kell kelni a fotelből, meg ki kell menni, de megéri, és olyan izgalmas körülményekkel találkozunk. Én nekem, mint gyűrűzéssel és vonuláskutatással is foglalkozó ember, nekem elsősorban olyan adatok az érdekesek, nem feltétlenül a ritkaság, hanem például, hogy mennyi ideig él egy madár a természetben. Ezt csak úgy lehet megtudni, hogyha azonosítjuk egyedileg a madarakat, és ha egy madarat meggyőriztünk mondjuk Tömördön 10 évvel ezelőtt és 12 év után visszafogjuk, ez legalább olyan érdekes tud lenni, főleg, hogyha olyan madarat fogunk vissza, amit saját kezüleg fogtunk be és előttük. És tavaly előtt Vas megyében élt az ország legöregebb erdélypintje például. Aki hány esztendős volt? Az több mint 8 évet élt már, egy idős hímmadár. Erről nagyon keveset tudunk, hogy a természetben egy élőlény mennyi ideig képes megélni. De az az igazság, ezt is csak ezekből a rendszeres megfigyelésekből tudjuk, hogy nagy részük bizony elpusztul a születés vagy kikelés után, és igen kevésnek van esélye megérni, főleg a vonuló fajoknak, hogy ugyanoda rendszeresen évre visszatérhessenek. Doktor úr?
az ember ugye próbálkozik, egy idő az elején ugye az hobbi, aztán lassan egy életformává válik, hogy mindig ott van valahol a távcső kéznél, és próbálja az ember lehetőségeihez képest mindig szeme előtt tartani. Alapvetően én biztos, hogy minden szabad percemet madarászással töltöm, ebben nagyon kevés van, vagy egyre kevesebb a bizonyos élethelyzetekben. Gyerek, család, munka az... A gyereket is ki lehet már vinni? Ki is kell, tehát neki kell, hogy összesarazódjon, kell, hogy az erdőbe mászkáljon, fákon ugráljon, és azzal együtt be lehet a gyereket is csábítani, hogy ez tulajdonképpen egy érdekes dolog. Ha olyan a érdeklődési köre, akkor úgy is el fogja kezdeni, erőszakkal nem lehet, de néhány ilyen bátorító dologgal, hogy elmegyünk nem csak szigorúan állni a szélbe a tóparton egy helybe órákon keresztül, mert ez a gyereknek nem érdekes, de ki lehet úgy is hozni, hogy ez egy picinek is élmény legyen, és aztán utána meg, hogyha ha az érdeklődés, ha habitusa ilyen, akkor rá lehet venni egy gyerek. Maradandó élmény, tapasztalat? Már maradandó szerencsére nem volt, mármint, hogy ilyen... ott ragadt volna a szélben. Hát igen, úgyhogy egyelőre még mindent túléltünk a madrászás körben. Hát ezt most így listázni nehéz. Nekem egy ritka madár megpillantása az egy nagyon nagy belső élmény, és egy megragadó kép, egy örökké el nem felejthető pillanat, hogyha keresve tudatosan egyszer csak elém repül, vagy fölém repül, vagy leül a tóra, és akkor az nekem mindenképpen egy nagy ilyen flash a mai szóhasználattal. Igen. Most ugye közeledik a madáretetési szezon, emellett sem menjünk el azért szó nélkül, hogy mi is nagyon sokat tudunk annak érdekében tenni, hogy minél több kismadár gazdagítsa a környezetünket. Így van, meg magunkat is gazdagítjuk élményekkel a madáretetéssel, mert olyan fajokat tudunk környezetünkbe csalni, amiket másként nem tudnak megfigyelni. Ez egy jó lehetőség, de a bevett és szokásos módszereket, meg eszközöket tudjuk ajánlani, tehát kenyeret nem, vízimadarakat nem etetünk, de énekes madarakat napraforgóval, olajos magvakkal bátra lehet. Az, hogy az időjárás az szemmel láthatóan, illetve érzékelhetően változik, ez mennyire befolyásolja a vasmegyei madár megfigyeléseket is akár, vagy madárállományt? Vagy az ő jelenlétüket, vagy megfordulásukat, itt létüket? Mindenképpen befolyásolja. Ugye ez egy elég nehezen kézzel megfogható dolog, vagy esemény, hogy hogyan köthető össze, de kitolódik valahogy a jó idő, és talán még a madáretetésre se kell olyan nagy gondot fordítanunk, mert azt mondják, hogy találnak maguknak a természetben, mondjuk a tavalyi tél szinte ilyennek volt mondható, és hogy olyat is lehetett hallani, hogy tovább itt maradnak mondjuk a költöző madarak. Hát olyan is lehet, változik az időjárással és az éghajlattal a madaraknak az alkalmazkodása is, és a vonulás is egy alkalmazkodás. Hogyha van táplálék télen az enyhébb időjárás miatt, akkor egyes egyedek kevésbé kényszerülnek arra, hogy elhagyják a költőhelyüket. Vannak, amelyek genetikailag erre vannak beállítva, hogy mindenképpen elvonulnak, de vannak olyan fajok, amelyek rugalmasan tudnak ehhez alkalmazkodni, vagy maradnak, illetve olyan is van, hogy tőlünk északabbra fészkelő példányok nem érkeznek nagy tömegben. Egyes években van, amikor igen, van, amikor nem. Idén eddig például a széncinege és a kétcinege. Ott maradnak északon, és akkor mi leszünk szegényebbek. Van elég termés, amit tudnak fogyasztani, és a hótakaró ezt nem borítja be Lengyelországban, akkor nagy egyedszámban nem kényszerülnek elhagyni azt a területet a kétcinegék vagy a széncinegék, és vannak évek, amikor ott zord az időjárás, vagy kevesebb a termés, vagy több fióka nevelődött, és akkor van egy kényszer, ami nagyobb távolságra készteti őket, és akkor eljönnek Magyarországra, vagy akár egészen az Adriáig.
Tehát az időjárás nagy mértékben befolyásolhatja ezeket a mozgásokat. Még arról beszéljünk, hogy a Magyar Nyugat Könyvkiadó gondozásában megjelent kötetet Csernel István emlékének ajánlották. Igen. Mert hogy? Azért, mert Csernel István egyik hazai meghatározó ornitológusunk, nemzetközi viszonylatban is. Vas megyében született Csernelházi Csernel István. Idén emlékezünk meg születésének 155. évfordulójáról, és 2022-ben lesz halálának 100. évfordulója. És ő mit tett a hazai ornitológia megalapozásáért? Nagyon sok mindent. Ő foglalta össze először igazából a három kötetes művében Magyarország akkori madárfaunáját, és azon kívül, mint természetvédőt is számon tartjuk. Ő rendezte meg Kőszegen először Madarak és Fák napját, majd Herman Ottót követte a Madártani Intézet igazgatói székébe, úgyhogy nem csak mint ornitológust, hanem mint tudományszervezőt és gyakorlati természetvédőt is példaképnek tekintjük. Mi tanácsolna azoknak, akik mondjuk a mostani beszélgetésünk után kedvet kapnak ahhoz, hogy több időt töltsenek a szabadban, és akár ezt tudatosan madármegfigyeléssel töltsék? Hol van erre lehetőségük? Hogy kezdjenek neki? A legegyszerűbb az ember a lakhelye közvetlen környékén. Tehát nagyon kevés dolog kell egy madarászáshoz. Ma már nagyon sok határozó, nagyon komoly határozó könyvek elérhetőek pár ezer forintért. Szintén 1-2 000 forintért lehet olyan távcsövet venni, ami már használható, és csak el kell kezdeni észrevenni a körülöttünk levő madarakat. Tehát az utcába is, egy kertbe is, a csónakázótó környékén is sokkal több madár van, mint amennyit egy átlag ember feltételez, vagy sejthet is valaha. Úgyhogy mindenképpen ezt egy nagyon jó időtöltésnek gondolom, az ember a szabad levegőn van, később pedig hát elég nagy közösség van, akivel meg lehet így osztani a megfigyeléseket. Köszönöm, igen. Köszönjük szépen a lehetőséget, és ehhez nyújt segítséget egyébként a névjegyzék is, hogy aki szeretné elkezdeni madarászatot, ennek alapján is el tud indulni. Még egyszer, tehát a kötet már elérhető az üzletekben, és ajánlom én is a figyelmükbe, önöknek pedig köszönöm szépen a beszélgetést. Mi is köszönjük. Kedves nézőink, egy kiállítást szeretnék az önök figyelmükbe ajánlani. Nagy Paula természeti képeiből nyílt válogatás a Herényiek házában. A Gyöngyös Hermánban élő amatőr fotós első alkalommal mutatja be a munkáit a nagy közönségnek. Állatokat, tájakat, égi jelenségeket örökít meg szívesen. A komlói miniállatkert rókája, őszi pompa a Kámoni Arborétumban, szarvas gondozójával a bőszénfai farmon. Állatok, tájak, képekben. Nagy Paula gyerekkora óta a természet szerelmese, ez a kedvenc fotó témája is. 6 éve foglalkozik komolyabban fényképezéssel. Már régóta, tehát gyerekkorom óta fotózgattam, aztán 2014-ben kezdtem el komolyabban vele foglalkozni. Elmentem egy tanfolyamra, vettem egy komolyabb gépet, elkezdtem a felszerelést megvásárolni hozzá. Mindig, amikor tudom, hogy elmegyek fotózni, akkor kitalálom azt, hogy most mondjuk csak a természetet fotózom. Akkor elmegyünk túrázni, és akkor amit olyannak látok, azt fotózom le. Az utóbbi időben makrofotózással foglalkozik, rovarokat fényképez. Ezt az apró félcentis színészpókot például 2 óra alatt örökítette meg. Képeinek címet is ad, mert nem biztos, hogy mindenki azt látja bennük, amit ki akart fejezni. Napfelkelte, hajnali harmat, szivárvány. Gépével rögzíti az illékony pillanatokat.
Paula szívesen kirándul, ilyenkor férje segít vinni a felszerelést. Fotótúráikon élettel teli képek születnek. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az ember, amikor elmegy fotózni, akkor mondjuk van olyan, amikor így 6-800 képet lövök. Abból jó, ha 50 az, amire azt mondom, hogy na, ezt lehet, hogy érdemes lenne megmutatni. Tehát nagyon sok idő. Főként Szombathelyen, tehát amikor én hajnalba kimegyek, akkor csak itt a környéken. Ugye már vannak helyek, ahol tudom, hogy hol vannak az őzek, akiket lehet fotózni, vagy az állatjáratok vannak. De hát azért nyáron megyünk mindenféle helyre, főleg ilyen, hát ahol tudom, hogy farm van, és akkor ott, tehát egy pár képen van olyan, ami egy például Betesmalmi Vidra Parkban voltunk, ott fotóztam, bőszénfál, szarvasfarmon, tehát ezekre is elmegyek, ezeket keresem. Más alkotóktól ismerít, szívesen tanul új technikákat. Tervezi, hogy többet fotózna állatkölyköket, vicces helyzeteiket, portréikat. Ez az első kiállítása, az itt látható válogatás 2-3 év termése. A Herényiek háza a járványhelyzet miatt ugyan bezárt, így a kiállítás sem látogatható. Összeállításunkban igyekeztünk maradéktalanul bemutatni a tárlat anyagát. További képeket találnak az alkotók közösségi oldalán. Kedves nézőnk, építészettel folytatjuk, épületekkel, mert hogy 170 esztendeje született Rauscher Miksa, akinek számos magánház, illetve magánházat és középületet köszönhet a város. Rá fogunk emlékezni a következő percekben Balogh Péter építésszel. Jó estét kívánok! Köszöntöm én is a hallgatókat! Péter, miért volt kiemelkedő személyiség Rauscher Miksa a szombathelyi építészet történetben? Azért volt ő kiemelkedő személyiség, mert abban a korszakban, amit hát dualizmusnak nevezünk, ő volt az a építész, aki jó lehet nem Szombathelyen született, hanem a felvidéki Léván, de ide települt a huszállattan építés, és itt is maradt. És nagyon sok megrendelést kapott, és igazi szombathelyé vált, hiszen itt is halt meg 1934-ben, és rengeteg megrendelést kapott, mert megbízhatóan dolgozott, és jó épületeket tervezett, ez kiterjed akár a világra, akár pedig a középületekre. És ő a képesítését Bécsbe szerezte, a Bécsi Politechnikumba, ahol hát műépítészi diplomát kapott, és ezeket az építészeket ott nagyon alaposan kiképezték, nem csak a funkcionális tervezésre, hanem az alaktan elemeinek az alkalmazására, alaktan értjük az oszloprendek, párkányok, lábazatok, ablakkereteknek, hogy kell ezeket alkalmazni. És ebbe nagy mester lett, és jelentős épületeket kapott. És ahogy az egyik munka elkészült, jött a másik, és nagyon sok megbízást kapott. Mások is dolgoztak itt, de annyi megbízást talán egyik se kapott. Például voltak kortársai a Velder Alajos, aki hát majdnem egy idős volt vele, az 1856-ban született, de ő vállalkozó is volt. Rauscher Miksa, ő ragaszkodott, hogy ő műépítész. Ő nem foglalkozott kivitelezéssel, vállalkozással, hanem ő csak tervezett, és hát hogyha a helyzet úgy kívánta, akkor művezette is azokat az épületeket, amiket ő tervezett. Aztán később aztán szakértősködött, és hát adott esetben a kezdetű a részletrajzokat megcsinálta, mondjuk a például a Huszár laktanyánál is. Annak ellenére a Huszár laktanya főépítésze nem ő volt, Pártos Gyula, ha igen, jól emlékszem. A Huszár laktanya főépítésze valóban nem ő volt, de a kapcsolatuk meg volt. Pártos Gyula volt, aki a második körbe kapta a Huszár laktanya tervezésére a megbízást, mert először a Hausmann Lajos pár évvel azelőtt, 1883-ban, aztán akkor valahogy az nem tetszett, sokba került volna, és akkor csináltak egy második kört a pályázat alkalmával, és azt a Pártos Gyula nyerte. Na most a Pártos Gyula nagyon sokfelé tervezett az országba, és a Rauscherrel úgy került kapcsolatba, hogy Kecskeméten is épült egy csomó laktanya, azt hiszem 4 vagy 5 laktanya is. Ott a Rudolf laktanyánál a Lechner Ödön és a Pártos Gyulának egy közös irodája volt, és ott nyert alkalmazást a Rauscher is. És hát ott nem csak rajzolt, mert ugye ezek az irodákban hát ugye rajzolónak vették föl még a fiatal mérnököket is, hanem aztán egyre több részletrajzot is
kellett neki készíteni, és van olyan rajz, ahol a homlokzatot is ő írt alá. Na, tehát innen volt a kapcsolat, és mivel Pázos Gyula nagyon sok helyen dolgozott az országban, hát nem tudott lejönni ide művezetni, és megkérte, megbízta a Rauset, hogy hát telepedjen le ide Szombathelyre, és lássál itt a művezetés és a felügyeletet. És aztán ő ezt maximálisan elégett tett, ugye a laktanya az épült 1887 és 1889 között, és mikor a 89. októberében volt az átadás, utána még volt szükség épületekre. Például még kellett egy tiszti lakást építeni, egy altiszti lakást építeni, az utászoknak kellett lóistárcsat, azt már ő tervezte meg, ott vannak az írásai, aláírása ezeken a tervlapokon. Na és aztán letelepedett. És akkor innentől kezdve jöttek a szombathelyi megbízások. Igen, középületek sorába ide sorolhatjuk például a Premontrai gimnázium és rendház épületét, vagy a Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi karának az épületét, ami ma így funkcionál, de annak idején mondjuk nem ez volt. Jegyzőintendátusnak épült. Így van. Aztán ide sorolhatjuk még a Mikos házat, amely ugye a megyeházához megyének kapcsolódó. Megyének oda bérháza. Bérház, amelyek ilyen nagyszabású középületek. Aztán soroljuk még, ami ma már nem látható, olyan is fűződik az ő nevéhez. Igen, hát a utóbbi évtizedekben Palaszálló néven ismert saroképület, amely ott volt a Király utca elején, ellentétben a legált házzal, most ugye ottan tér van, és ott van ez a bizonyos Szavária tér, és ezt 1892-ben egy Szakács Manó nevű embernek tervezte bérházként. Ugye a polgárosodás alkalmával, hogy a polgárság jött föl, erősödött, nem csak az arisztokrácia, hanem a polgárság is, a nagypolgárság is épített bérházokat. A bérházok azok úgymond divatba jöttek, és a Szakács Manó is belevágott egy ilyen bérház építésbe, és a Rabusert bízta meg ezzel, és ez... Ő egy ilyen német szecessziós jellegű épületet tervezett, alul kávéház volt, föl pedig hát ugye bérlakások. Ez később ugye, mikor a herceg felett... Mostani Claudia cukrászdának a helyén volt. Átellenben a Király utca sarkán található a legátház. A legátház, igen. A legátház az pedig a legát testvérek, ez egy kereskedő család volt, ők rendelték meg, ez egy elallakú és viszonylag keskeny saroktelek a Király utca vonalába, ez 1906 vagy 7 körül tervezte a Rauser, ez szecessziós stílusban, nem abban eklektikus, historizáló stílusban, ami általában rá jellemző volt. Ő nem is nagyon szerette, Budány Ödön is leírta az ő emlék ismertetésébe, hogy hát a szecesszió nem volt olyan nagyon szeretett Szombathelyen, inkább a történelmi stílusokat, az eklektikát kezelte a korabeli közönség, de ezek a polgárok, mint például akár a legált, vagy akár a másik is, utaztak külföldön. És ugye Bécsben, Németországban a szecesszió vagy a jugendstíl az már előbbre volt. És aztán onnan megtetszett nekik, és akkor hát megbíztánk a építészet, hát ő pedig a megrendelőnek ugye eleget tett, és így született ez a két épület. Ebből aztán a Rauser nevéhez fűződik, a kioszk épülete is. Igen. Az a bizonyos gyönyörűségesen szép Igen. épület, ami a kioszk épület az 1905-ben készült, ugye korábban is volt egy kisebb kioszk, inkább itt a Kádár utca vége felé, de az leégett. És akkor aztán később kapta megbízást, hogy hát tervezen egy ilyen szép faépületet, és ezt ő megtervezte, és aztán hát ez egy kedvelt szórakozó helye lett a polgári életnek, sokan jártak oda, nagyon népszerű volt itt a Szent István park mentén, és hát sajnos ez is elpusztult. A levéltárban fönnmaradtak a részletrajzok, ami hát ugye a faszerkezetből közöl részleteket, hogy ezt a Rauserik megtervezték, és hát sajnos nincs még. Sokan visszasírják, és már sokszor felment újra meg kellene építeni. És aztán a mai Pelikán szállónak az épülete, ami kórház épület volt, ha jól tudom, az is Rauser a Pelikán nem, nem, azt egy Ibl Lajos nevű ember tervezte a gyermekmenhely céljára, 1904-ben. Uh-huh. Azt nem a Rauser tervezte, tehát a Pelikán park mellett. Igen, arra gondolok, de nem, akkor én nem, egy másik... A gyermekkórházat tervezte ő, igen. ami a
Paragvári úton a kórháznak az a része, most azt hiszem, hogy ott nem tudom milyen elfekvő, vagy milyen részleg van, az volt az úgynevezett Fehér Kereszt Egyesületnek a gyermekkórháza. Igen, erre gondoltam, de akkor én rosszul tudtam, hogy ez melyik volt épület. 1905-ben tervezte ezt a Rauscher. Érdekes módon itt a sok épület, plasztika részlet volt rajta. A Merkli Ferenc volt neki itt a társa, aki ezeket a plasztikai díszítéseket elkészítette, mint kőfaragó. Merkli Ferenc ugye helyi neves szobrász volt, aki a 83-as emlékművet csinálta meg a gyöngyösszülősit is. Más épületein is bedolgozott a Rauschernak, tehát ez volt a gyermekkórház, aztán később azt átépítették, és akkor a 70-es években tovább építették, mert emlékszem rá, amikor a vérrelátót építettük, akkor ugyan a vasétnél voltam, akkor odajártunk, hát volt egy nagyon jó konyhája ebédelni, aztán később ezt beépítették az egészet, akkor lett ez a téglaburkolatú kiegészítés jobbról-balról. Összegi utcában is van egy bérház, aminek a felújítása nyomán azért lehet látni azt az eredeti pompát is talán. Igen, hogyne, hála Isten a homlokzatonnal sokat tudom. Nem változtattak, ez a bizonyos szélödönféle bérház vagy bérpalota. Ugye a környékbeli főurak, akiknek birtoka vagy akár birtok központja az vidéken volt, mondjuk a Széléknek ott való Bucsú környékén, és télire bejöttek ide a városba, és hát persze bérházat építettek, mert ebből volt bevétel, de télen itt laktak, és akkor a társadalmi életet itt élték. Ez 1896-ban épült, egy igen nagy impozáns épület, ami hát reneszánsz elemekkel a homlozatán készült el, hála Isten nem nagyon tették tönkre. Hát egy üzletet nyitottak az egyik oldalán, talán nem kellett volna, de hogy nagyjából megmaradt az eredeti homlozat, úgy, ahogy azt a Rauscher tervezte. Az imént láthattuk a képernyőn a kigyógyógyszertár épületét, igen, amely szintén Rauscher tervei. Igen, az Rauscher az a Hoffmann Samu építette 1892-ben, azt hiszem. A Hoffmann Samu egy kereskedő ember volt, maga a család is, akik ecetgyártásra foglalkoztak, később átérták a rum, illetve a likőr gyártásra, és megépítette, megrendelte a Rauschernek, nem viszont a keskeny telken ezt az épületet, fölül itt is lakások voltak, hát kiadtak bérbe, meg ők maguk is itt laktak, alul pedig a likőr üzlet volt. A Tököli utcában átnyílt a telek, ott volt a vége, és a úgymond műhelyek, ahol a italokat készítették, azok ott voltak. Na most ezt az épületet a Hoppanik hát birtokolták, az alsó részt aztán 1905 körül a Babics nevezetű gyógyszerész bérelte ki. És így lett gyógyszertár. Így lett gyógyszertár. Akkor ő összenyitotta a teret, mert két kis üzletrészből állt, volt középen egy válaszfal. Szóval Babics elbontotta, és akkor lett egy szép terű gyógyszertár. És amit én ma sajnálok, a belső építészete nagyon jó volt ennek a gyógyszertár, nagyon szép butorai voltak, és a stukokat is, amit szépen megcsináltak, azt egy francia belső építés csinálta butorral és stukóval együtt, és ami a közelmúltig megvolt. És most, hogy itten átalakították a gyógyszertárat, nem tudom, tulajdonos változás volt, vagy mi, egyszerűen a butorok egy részét elvitték. Hát ilyet sajnos lehet nagyon mondani a városban helytelen többet is. Az a baj, hogy a műsoridő végére járunk, de nem, igen, beszéltünk még az Árnuszkriptáról, a képernyőn, igen, lehetett látni, aztán nem volt szó a Mesevárovodáról, amely szintén, igen, őrzi. Igen, a Greitinger villa, a Gagarin tisztában. Így van, meg még itt a Gagarin úton, igen, több épületről, jó, több is, de a szándékunk az az volt, hogy felhívjuk a figyelmüket arra, hogy mennyire sok szép épület őrzi ennek, igen, a nagyszerű embernek, igen, a, igen, kezenyomát, a tervezését. Igen. Köszönöm szépen, hogy ebben a segítségünkre volt. Köszönöm. Kedves nézőink, ahogy említettem, még egy kiállítást ajánlunk az önök figyelmébe. Drimmer László festményei a Berzsenyi Dániel könyvtárban, hát most éppen nem láthatók, miután az intézmény zárva tart, de ezt a kiállításon, amikor megnyílt a Naibolya járt, megmutatjuk, mit látott. Drimmer László 1925-ben Szombathelyen született festőművész alkotásai töltik meg a falakat a Berzsenyi Könyvtár földszinti termében. Az intézmény, ahogy minden év novemberében, most is a Vasvári Békeház gyűjteményéből rendezett kiállítást. A hagyományt Nagy Éva, a könyvtár korábbi igazgatója honosította meg,
Idézte fel a kezdeteket az intézmény vezetője, barátné Molnár Mónika. Majd Vasvár polgármestere Tóth Balázs méltatta Rimmer László munkásságát és a családnak a kisváros kulturális életében betöltött szerepét. Rimmer László a háború után kapcsolódott be az újjászerveződő szombathelyi művészeti életbe, majd zsenje avatta festővé, idézte fel pályáját Tóth Csaba festőművész. Volt egy nagyon jelentős művészeti szabadiskola 1946-47-ben, 48-ban. Tulajdonképpen ez az a három év, amikor tevékenykedett. Ezt Radnodi Kovács Árpád és Burány Nándor vezette, két jeles szombathelyi festőművészről van szó, akiknek tulajdonképpen a nyári művésztelepük volt Zsenyén. És amikor ők kimentek Zsenyére, és látták azt a gyönyörű tájat, amikor a Perint és a Rába találkozik, és mellette ott van a Békási kastélynak a gyönyörű parkja, akkor fogalmazódott meg bennük, hogy ezentúl mindig ide járunk plenner festészetet tanulni, és hát így honosodott meg ez az egész művészeti tradíció, vagy művésztelepi tradíció Zsenyén. Ebből a Delkovics is szabadiskolából indult, Rimmer László, és azt hiszem, hogy a festményeknek a komplexitása, a gondolati rétegeknek a sokasága miatt azt gondolom, hogy talán azok közül való, akik a legtovább jutottak ebből a Delkovics szabadiskolából. Rimmer László a Fényes Szelek nemzedékének tagjaként fiatalon a fővárosba került, és az 50-es évektől kultúrpolitikus lett. A Népművelési Minisztériumban, a Művészeti Alapnál, majd a Képző és Iparművészeti Lektorátuson dolgozott. Míg munkája Budapesthez, minden idegszála a vidékhez kötötte. Ez a korszak, amikor ezek a művek születtek, Magyarországon a szociál korszaka, egyetlen egy dolgozó embert nem látunk a képeken, tehát nem is lettek volna akkor ezek szalonképes képek. Ő tudatosan ezt az egész alkotási folyamatot ma úgy mondjuk, hogy íróasztal fiók. Szánta. Egyértelműen erről van szó. A képeknek a legnagyobb értéke az, hogy egy olyan dialektikus viszonyt mutat a természet és az ember között, amelyikben a természet és a benne élő ember 50-50, tehát ilyen dialektikus egyenlő arányban lakja be a tájat és a természetet az ember, és ez tulajdonképpen a mai ökológikus gondolkodású korunknak a legfontosabb üzenete ebből a kiállításból, hogy nem szabad meghódítani, nem szabad letarolni a természetet, hanem egyenrangú félként kell kezelni. Azt hiszem, ezeknek a munkáknak a mai ember számára ez a legnagyobb üzenete. A megnyitón a művész unokája népdalokat énekelt, és fia, ifjabb Rimmer László is felidézte emlékeit. Valamikor a 60-as évek közepén hagytam abba az olajfestést, részben vászonra, részben faroslemezre. Ugye ezek egyébként itt vázlatok és papírra készültek. Tehát a hagyaték, ami az én birtokomba került, abban nagy bekeretezett kép alig-alig van, mert hát azokat eladtam, mert festőművésznek abból kell élnie, amit el tud adni. És utána, amire én már emlékszem, arra viszont nagyon keményen emlékszem, mert komoly részem volt nekem is benne, akkor színes linónyomatokat gyártott, ugye ezek százas megrendelésre készültek a műcsarnok részére, és családi manufaktúrában készült, tehát egy hétvégén, péntek délutántól vasárnap estig, amíg más gyerek a játszótéren volt, vagy tévét nézett, addig én hordtam kéz alá 25-25 darabot, megcsináltunk egy-egy ilyen hétvégén, ugye minden egyes színes linónyomatnál, minden egyes színt külön-külön kell felvinni. Magyarul az egész lakás tele volt ezekkel a linókkal, én pedig hordtam kéz alá. Tehát erre aztán nagyon is emlékszem, mert a gyerekkorom egy részét elveszítettem ezáltal. Másrészt viszont jó sok olajfestékszagot meg terpentin szagot szívtam magamba. Igaz az, hogy ezek a képek, amiket most itt látunk, nem is olyan nagyon-nagyon régen a padlásról kerültek elő? Így van, hát ennek gyakorlati okai vannak. Hát amikor apám elköltött, ugye Pestről költöztünk el, tehát van itt egy kör, tehát a nagyapám Vasváron született, Rimmer István, az ő fia Rimmer László, a most kiállító művész, ő Szombathelyen született,
és neki meg Szombathely is kicsi volt, mint ahogy az ő apjának Vasvár, úgyhogy ő meg Pestre ment, én Pesten születtem meg, és visszazártam a kört öntudatlanul, tehát én úgy kerültem Vasvárra, hogy nem is tudtam, hogy vasvári származású a nagyapám, én csak az apám Szombathelyi születéséről tudtam, tehát bezárult így egy kör, és az utolsó években már apám is nálunk lakott, a legvégét kivéve, amikor már egyszerűen nem tudtuk ellátni, mert dialízisre kellett járni a két napot, egyebek, tehát idősek otthona, és közben eladtuk a pesti lakást, és én megösszeszedtem mindent, amit ott megtaláltam. A faroslemezre festett képeit, azt másodlagos felhasználással egyszerűen feldolgozta, tehát egy ilyen önsorsrontó művész volt ilyen szempontból, az is elhangzott a megnyitóban, hogy nem volt soha önálló egyéni kiállítása, és szétvágta mindenféle más célokra a faroslemezeket, úgyhogy abból alig-alig van. A nagynénémnél azért lóg a falon egy pár, meg így a családban is akad, de amit össze tudtam szedni, rengeteg linónyomat, abból rengeteg maradt, illetve ennek az anyagnak ez egy banános doboznyi, ugye ezek ilyen in-situ vázlatok, amit a plener festők kinn a terepen festenek, és utána be van árazva, hátulról be van írva a tervezett centi, hogy hány centiszer hány centi lesz, tehát amelyikre vevőt talált, azt megfestette nagyban és eladta. Tehát ami ennek a mai kiállításnak az anyagát, vagy a megnyitó anyagát képezi, az mind ebből a banános dobozból került elő, de ez annak a 20-ad része, vagy 30-ad része, tehát mondjuk egy teljes, képzeljünk el, egy teljes banános doboznyit ebből. Tehát abból mazsolázta ki Tóth Csaba festőművész a bekeretezett és most kiállított anyagokat. A megnyitó programját a Kármentő zenekar színesítette. Gál József újabb képeket adományozott a Békeház számára. Ide kerülnek majd Drimmer László művei is, ha bezár a könyvtár kiállítása, amely a szombathelyi festőművész első önálló tárlata szülővárosában 9 évvel a halála után. Kedves nézőink, Önök a Szombathelyi Televízió Műhely című kulturális magazinját látták. Köszönöm a figyelmüket, szép estét, viszontlátásra! I have an urge immensely intense. I'm on the verge of jumping the fence.